Demszky Gábor a vendégem, és tegnap csak a könyvespolcra felnyúltam otthon, és rögtön kezembe akadt az Elveszett Szabadság láthatatlan történeteim című könyve. Klubrádió volt még a média támogatója, 10 évvel ezelőtt jelent meg a könyv. Én 10 évvel ezelőtt olvastam ezt a könyvet, valahogy akkor úgy nem égett be nekem, és tegnap, ahogy kezembe vettem, nem tudtam letenni, szerintem soha nem volt olyan időszerű ez a könyv, mint amilyet, milyen most, és amikről mesél nekem most. A hátoldalán rögtön egy idézettel, és örülök, hogy Gábor itt van, de mindjárt egy idézettel szembesítelek téged, amit te magad mondtál. Egyre inkább úgy éreztem, hogy a pestiek, akiknek szolgálata életem céljába vált, már nem szeretnek igazán. Elfordultak tőlem, és ez mindent eldöntött. Már tavasszal bejelentettem, hogy a következő ciklus lesz az utolsó, 2010-ben nem indulok újra. Ettől megkönnyebbültem, de a bejelentés hatására épp ellenkezője lett annak, amit vártam tőle. Döglött oroszlán lettem. Nagyon megdöbbentett ez az írás. Igen, ez egy kritikus időszak volt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a 20 éves magyar demokráciának, a válságának egy része, amikor nem csak belőlem, hanem az akkori politikus generációból és kurzusból ábrándult ki a többség, és tette könnyűvé mindez a Fidesznek a győzelmét. Én nem akarom kimondani a miniszterelnöknek a nevét, és nem is szoktam. De miért nem? Ez egy bírálat? Úgy gondolom, hogy óriási butaság reklámot csinálni neki. Tehát az, hogy folyamatosan a magyar sajt, az ellenzék is tele van a miniszterelnök nevével, ez a véleményem szerint ez egy nagyon rossz felfogása a politikának. Ugyanis az indirekt reklám is reklám. Tehát azok, akik kimondják, és nem elnevezik neki, valamiképpen, sokféleképpen lehet őt nevezni. Mert igazából egy maffia államot vezet, irányít, amely rátelepedett az országra. Kicsinően. A maffia államot, igen. Pontosan. Tehát igazából akkor én egy olyan nyomásnak kellett, hogy engedjek, amit nem bírtam volna elviselni. Egyébként nem tudok veszíteni. Na jó, beszéljünk rólad most, ne a miniszterelnökről, majd persze ő is biztos szóba kerül, szinte nincs olyan beszélgetés, hogy ne kerülne szóba, de amit itt a végére írtál, és ez 2010-ben a legköszönésedkor, tehát tudtad, hogy te döglött oroszlán leszel, tudtad, hogy milyen céltábla leszel, és miket varnak a nyakadba? Megfordítanám, én mindig tudtam, hogy nyerek, és nyertem, és itt tudtam, hogy itt nem fogok nyerni, és nem is indultam. 8-szor mentem neki különböző választásoknak, és 8-szor nyertem. Hány minisztert szolgáltál, vagy hány miniszterrel dolgoztál? Egy pillanat, elmondanám, mert az emberek azt gondolják, hogy csak 5-öt, mert hogy 5 főpolgármester. Igen, de nem. Ezen kívül egy pártelnökit, egy Európa Parlamenti választás során lettem 2004-ben Európa Parlamenti képviselő, és az első, ami mindent megalapozott, az az Erzsébetvárosi egyéni választói körzet 1990-ben. Ez 8. Na most veszíteni nem veszítettem egyszer sem. Tehát nem indulok olyan versenyben, amiben nincs nagyon-nagyon jó esélye a nyerésnek, és általában nyerni hát szoktam. Hát ez ilyen sportolói, nem politikusi attitűd, nem? Nem. Ez már a gimnáziumban is így volt. Tehát a gimiben elindultam történelmi versenyen, akkor nyertem. Hogyha ha később más típusú versenyeken, akkor is. Tehát, hogy ez alapvetően nem csak megvan bennem, hanem örökítem az egyik lányom ilyen pontosan, és most már... De akkor azt például hogy viselted? Mert ebben a könyvben, amit én most mindenkinek ajánlok, mert fantasztikus újraolvasni, és pont azért 2010-ben kicsit zavart, mert volt ez az ellened való, a leköszönt polgármester ellen mindent mondani kell, amit csak lehet, hogy azért ott van egy elszámolás fejezet, amiben nem feltétlen csak a pozitív dolgok, sőt, szépen sorra vetted, hogy mi az, ami nem sikerült. Tehát aki mindig győzni akar, azért az elismeri a veszteségeit is, hát és a bukásait. Természetesen szembe kell nézni ezzel. Hát mindent elrontottunk, amit el lehetett tulajdonképpen. Nem mondj ilyet, mert úgy jársz, mint az összedi beszéddel, Gyurcsány, ezt a fejedre olvassák. Mindent elrontottunk, mert elrontottuk
tulajdonképpen az önkormányzati rendszert. A történelmi inga kilengett, egy teljesen centralizált rendszerből létrehoztunk egy totálisan decentralizáltat, 1500 tanácsból 3200 önkormányzat. És ez rossz semmi, volt? Semmi értelme nem volt, semmi, csak nyomás volt, hogy most aztán legyen helyi demokrácia, stb. Ezt elrontottuk a szakértőinkkel együtt, akik ezt tanácsolták. De 20 évig elrontottátok, nem lehetett ezt jóvá tenni? Nem, egyszerűen azt kellett volna csinálni, hogy átvenni Bécs vagy Berlinnek a rendszerét, amelyek városok nagyon hasonlóak, és a kerületeket ben nem helyi közvetlen választást rendezni a helyi polgármestereknek, hanem a kerületi polgármestereket kinevezi a fővárosi közgyűlés. És akkor ilyen módon a város egységesebben fejlődött volna. Volt ugyanakkor ennek a decentralizációnak egyfajta nagyon furcsa előnye, különösen az első ciklusban, de még a másodikban is. Az, hogy több kapun keresztül folyt a privatizáció. Ez azt jelenti, hogy a kerületi polgármesterek érdekeltek voltak abban, hogy behozzanak külföldi tőkét, eladták az ingatlanokat. Nagyon gyors volt az átalakulás, tehát a piaci rendszerre való átalakulás, jelentős tőkét vonzottunk be. Budapest az első két ciklusban annyi tőkét halmozott fel és vonzott be, mint amennyit az egész régió együttvéve. Tehát igazából fantasztikusan vonzóak voltunk, többek között azért, mert nem voltunk centralizáltak, ezért 24 kapun lehetett bemenni. Na, hát akkor megvolt a jó oldala is ennek a decentralizációnak, illetve hogyha rájöttetek, hogy elszúrtátok, akkor mondjuk két ciklusban működött, akkor még volt két ciklusod, akkor mi nem hoztátok rá hát, be? Hát nem, ezt nem egyedül mi döntöttük el, természetesen már mint a szabad demokraták, hanem együtt más pártokkal, minden párt szeretett volna egy szeretet a tortából, ha a torta nagyobb, akkor több szelet jut, ennyi. Tehát amikor elrontottuk, utána már egyszerűen nem megfordíthatatlan volt. De ez csak egy példa arra, hogy mennyi minden. Tehát tulajdonképpen megtanultuk a demokráciát, tanultuk az önkormányzati rendszert, tanultuk a privatizációt. Mondanék egy példát. Kemény István volt a főtanácsadóm. És iszonyatosan sok vita volt a privatizációról. Ő zseniális volt. A kabinetemben volt néhány ilyen ember, ő volt talán a legjobb, a legokosabb. Ő hát egyszerűen mindent ismert, és mindent tudott, amit nem tudott, hogy ezt hogyan kell az információkat a megfelelő helyekről, a Világbankból és máshonnan megszerezni. És azt mondtam neki, Pista, gyere be, 10 percet beszélünk. És azt mondtam, hogy figyelj, van két heted rá. Légy szíves, írd le nekem, hogy milyen privatizációs modelleket tartasz jónak, és ezek közül melyik a legjobb. Visszajött két hét múlva, és azt mondta, hogy Gábor, itt van, ne is olvasd el. 3 modell. De én csak azt mondom, amit szerintem csinálni kell. A kisebbségi részvénytulajdont kell eladni, plusz menedzsment jogokat. Így értékesítettük a gázműveket, a vízműveket, a csatornázási műveket sorban egymás után. És azt hiszem, hogy ez a modell, ez jó, ez bevált, és azóta milyen változások vannak, én nem követem pontosan, de nekünk tőkét hozott, menedzsmentet hozott, tudást hozott ezeken a területeken. De arra számol, vagy azzal számoltatok, hogy a privatizáció az nagyon-nagyon sok embernek a milliárdos vagyont is meghozza? Abban az időben ez nem így volt. Tehát éppen az volt, hogy nagyon tiszta volt ez a verseny, és hát a multik versenyeztek tulajdonképpen ezekért a cégekért, és hát egy esetben utólag kiderült ez az Alstom Metro ügy, amikor is egy angol ügyvédi iroda azt kiderítette, hogy az Alstom mindenkit a világon, ahol Alstom Metro van, üzemben van, ott jelentős korrupció volt. Tehát ott egész egyszerűen lefizettek tisztviselőket, és ez így történt. Várjál, most nekem azért a privatizációnál ez lehet, hogy nem a te időd, amikor hogy hívták a nagy kis KB-nak, amik a Kaolát privatizálták, és ahhoz nekem semmi nem volt között? Hogy hívták azt a fiatal embert? Nem is tudom. Nem ismerem, az nem fővárosi cég. Én a fővárosi cégekkel foglalkoztam. Ott a 10 legnagyobb magyar cég közül, hát a Kaola sehol nincs, mondjuk ez a 3, amit az előbb említettem, a 3 legnagyobb között van.
A privatizáció neked hozott valamit? Hogy érted? Saját ezt? Személyedben. Tehát privátban. Semmi gond, sok gondot, sok gondot, problémát, amit végül is a Kemény Pistával részben sikerült kezelnünk, és rengeteg vitát éveken át. Tehát természetesen. Tehát te nem lettél gazdag a privatizáció kapcsán. Hát nevetséges, persze. A kérdés is bántó. Azért nem kell, hogy bántó legyen, mert azért utána a sajtó visszhangját, nem pont a privatizáción, de utána, hogy fú, Demszkinek a horvátországi háza, hogy honnan van, pont Budafokon lakom, a Péter Pál utcában, ahol mondták, fú, Demszki ott megvett egy hatalmas házat. Tehát azért ezek jöttek, ezek a hírek ide-oda, hogy gyarapszik Demszki Gábor. Én voltam az egyetlen, azt hiszem, a magyar közéletben, amikor ezek a kérdések felmerültek 2004-ben, amikor hatalmas támadások voltak, először azért, mert egyszerre voltam főpolgármester és Európa Parlamenti képviselő, akkor lemondtam az európai mandátumomról, ami nem tudom, hogy utólag végig gondolom, hogy nem volt-e butaság, de ezt tettem, mert fontosabb volt nekem Budapest, mert itt közvetlen választáson és felelősséget éreztem a városért. Tehát én abban az évben felkértem a, hogy is hívják ezt a szervezetet, hogy világítsák át az én emlékszem, igen, magad ellen kértél és, egy... És egy éven keresztül folyt egy vizsgálat. Igen, nem is nagyon volt a közéletben. Nem volt. Ezt majd rájövünk, hogy melyik szervezet is volt ez, amelyik ezzel foglalkozik. Nos, tehát azt hozták ki, hogy nekem megtakarításaim kellene, hogy legyenek. Összeszámoltak mindent, természetesen a Lisztiai házat, meg a minden egyebet, amin volt, és azok nincsenek. Tehát, hogy... Jó, nem. Mondjuk, amikor te vetted Isztrián a házat, akkor nem volt nehéz házat venni, mert a háború után voltunk szerintem. Megbüntettek 100 000 forintra azért, mert 1989-ben nem fizettem be egy illetéket. ha már a bűnlajstromodat vesszük, akkor azért a gyorshajtásért volt, vagy a gyorshajtással volt gondod meg a közlekedési rendőrökkel, tehát nem te voltál a leginkább szabálytisztelő. Hát nem annyira. Nem annyira, tehát... Nem, inkább szabálykerülő, ez úgy általában jellemző rám, de majd a később a beszélgetésben ki fog derülni, hogy ez más területeken is így van, nem csak a közlekedés. Mire gondolsz? Politikában is. Hát az, hogy én a civil engedetlenséget hirdettem, és azt mondom, hogy nem kell betartani a törvényeket akkor, ha ezek a törvények a szabadságainkban korlátoznak, és ha egy diktatúra hozza őket. Erre biztatom az ellenzéket. Tehát ami igaz a közlekedésben, az igaz egyébként ezen a fontosabb területen is. Valóban akkor két kampány esemény között átvettem a volánt a sofőrtől, és gyorsan hajtottam, és rajtam mutatták le a kis közlekedési rendőröknek, akik akkor tanulták a szakmát, hogy kell valakinek bevonni a jogosítványát. Bevonták a jogosítványot? Helyben bevonták a jogosítványot, elvették, és 3 hónapig nem vezethettem, nem is vezettem. Azt szerettem, hogy ezeket mindig nyilvánosan vállaltad, tehát nem mutyisztál soha, hanem elvették, tehát mondtad. Átvilágítást kértél magadra. Igen, hát egyébként az a helyzet, hogy én sokáig voltam taxisofőr, mert kirúgtak az egyetemről 72-ben, és akkor elkezdtem, és akkor még utána is, még egyetem mellett folytattam. Én sok millió kilométert vezettem, és elég jól vezetek, tehát nem csináltam semmit. A saját hibámból, nem, törték össze az automat, de nem az én hibámból. Tehát azt akarom ezzel csak mondani, hogy igaz, hogy nem tisztelem időnként az áruvonalat meg hasonlók, de alapvetően azért így biztonságosan vezetek, és Forma 1-es sofőrökkel együtt is vezetem, tanítottak vezetni, tehát, hogy tudok. Te élvezted vezetni. Azt, hogy polgármester lettél, és voltál főpolgármester? Hú, amikor Kis János megkeresett azzal, hogy Gábor, te leszel, akkor azt mondtam, hogy nem. És akkor megkérdezték az ügyvédi testület már, mert oda vitte a János, nem fogadta el ezt a nemet, hogy miért nem. És azt mondtam, hogy azért nem, mert nem tudok semmit erről, mert összesen 1 hónapig dolgoztam tanácsnál
jogász hallgatóként a nyári gyakorlaton, de egyébként semmit nem tudok erről, tehát nem merek ebbe belevágni, nem is lenne okos dolog, és ti se tudtok tanácsot adni, mert ti se tudtok semmit. De abban az időben senki nem tudott semmit. De mindenki a saját kárán, meg a mi kárunkon tanult dolgokat. Ez egyáltalán nem így van. Aztán szerencsémre, tényleg csak a szerencse mentett meg, először jelentkezett Székely Gábor, megkérdezte tőlem, hogy te dolgoztál már tanácsnál, és mondom, hogy egy hónapig. Hát azt mondja, az semmén, én nem tudom hány évig, és akkor mondta a sorba a helyeket, hogy hol, és én leszek a főpolgármester helyettes, a pénzügyekért leszek felelős. Mondom, jó, és miért gondolod ezt? Azt mondja, mert nem találsz senki mást. És így is lett. És így is lett, és tényleg az első ciklusban a Székely lett, de egyébként akkor találtam meg már az első ciklusban az Atkári Jánost, aki a második ciklusban lett pénzügyes helyettes, akkor találtam rá a Brugg Gáborra, aki kampányokban segített, Nyári Krisztiánra és az egész csapatra, Tosics Ivánra, aki most a Brüsszelben a regionális ügyekért felelős tanácsadó és csodálatos fejlesztési politikát dolgozott ki, Horváth Dénesre, aki milliárdokat hozott a városnak azzal, hogy volt jelentős megtakarításaink voltak a privatizációból kifolyólag, és ő kezelte ezt a vagyont, és betette olyan befektetésekbe, amelyek nagyon-nagyon jelentős hozamot hoztak. Hát ez ügyes húzásod volt, hogy jó csapatot építettél, és akkor mellette felfejlődhettél főpolgármesternek. Én, hogyha egy politikus beszél, én elég gyorsan megmondom, hogy van-e neki kabinetje és megfelelő tanácsadói. Ugyanis ha több dologról kérdezik, akkor hogyha nem jól válaszol, és nem árul el profizmust, az azt jelenti, hogy nincsenek meg a tanácsadók, akik tudják, hogy mik lesznek, mik a lehetséges kérdések. Én minden egyes interjúra, ilyenre is, mint veled, úgy jöttem, hogy 30-40 oldalt felkészítettek, hogy milyen kérdések lehetnek. Felkészítettek? Persze. Beültem reggel 6-kor a kocsiba, és mondjuk mentem a Nap TV-be reggel korán, és útközben ezt olvastam, ami nálam ott, sőt, előttem volt a papír, amikor válaszolgattam. Tehát cím nélkül nincs semmi. Obama volt ebben zseniális. És biztos vagyok benne, hogy a legjobb. Tehát a zseniket kell alkalmazni. Jobbakat, el kell fogadni azt, hogy jobbak dolgoznak nekünk, mint amilyenek mi vagyunk. Többet tudnak nálunk. Csak annak van értelme, mert egyébként minek? A csapatodat az előéletedből szedted össze? Tehát nem. Teljesen újat. Én elveszítettem egyszer a baráti körömet 1980-ban, amikor elkezdtem a Szamizdatot. Elveszítettem másodszor a baráti körömet 1990-ben, amikor főpolgármester lettem. Pedig akkor szoktak a barátok oda csapódni. Nem, azok nem barátok, hanem érdekkapcsolatok. Ez egy más típusú. Viszont lettek új barátaim, nem is barátságok ezek igazán, hanem ilyen nagyon-nagyon szoros munkabarátságok. Ez a legjobb leírása talán ennek. Hát, mint én azok, akiket az előbb elmondtam, azokkal mind nagyon jobb. A Szamizdatnál miért veszítettél barátokat? Féltek tőled, meg attól a megfigyeléstől, aminek ki voltál téve éveken keresztül? Hát a Szamizdatban mi két életet éltünk, az egyik a föld alatt volt, amikor elbújtunk és nyomtattunk, és a másik a föld fölött, és a föld fölötti életben, hát úgy napi 100-200 titkos rendőr figyelt minket. Például Soros György eljött hozzám a Galamb utcába, és akkor találkoztunk először éppen a butikban, és hozott egy csomó ruhát azzal, hogy hát ő ezt a szegényeknek hozta. Csodálatos ruhák voltak, bevallom, hogy volt olyan zakó, amiben én utána évekig jártam. És a Gyuri, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jóba voltunk, és vagyunk. Körülnézett, és azt mondja, hogy hú, nem kellene itt egy pár száz sokszorosítógép, Xerox gép? Mondom, hogy de kellene. Azt mondja, hát akkor veszünk. És mondom, hogy miért te hogyan tudsz ilyen gépeket venni? Mi minden egyetemnek veszek, meg karnak, meg... Hát azt mondja, ez a kvantumfandot nem csak az én pénzemet kezelem, hanem
nekem adják, és akkor én azt befektetem, hozom a profitot, és ők nem törődnek azzal, hogy én azon kívül még mást is. Tehát felhatalmaznak erre, hogy ilyesmikkel foglalkozok, és így ezért fogok így csinálni egy alapítványt. És akkor mondom, hogy ez nagyon érdekel. Azt mondja, akkor menjünk le ebédelni. Mondtam neki, hogy Gyurikám, figyelj csak, nem megyünk le ebédelni, nézd ki. Ott álltak a szemüvegesek. Nem egy. Azt mondja, nem hiszem el. Kinézett, azt mondja, tényleg nem megyünk. Tehát ez így kezdődött vele a kapcsolatom. Aztán úgy folytatódott, hogy amikor főpolgármester lettem, akkor megkerestem a Margit szigeten a hogy hívják, Ramada. A Ramadában volt, mindig, amikor idejött. Ott töltött az időt, mert ott úszni is lehet meg. És akkor mondtam neki, hogy Gyuri, 70 ezer budapesti gyerek éhesen megy az iskolába reggel. Általános iskolások. Azt mondja, mennyibe kerül egy évben? Mondom, én kiszámoltam, körülbelül 1,5-2 millió dollár között van. Rendben. És mondom, hogy mit kell csinálni? Papír, és itt írd le. 10 sor. Leírtam, fölvette vele a hivatal a kapcsolatot, nem bele, hanem a titkárságával, átutalták a pénzt, és 5 évig így ment. Miért nem hallok most ilyenről, hogy a szegény gyerekeket, és azt tudom iskolákban, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk hétfőn lefordul a székről az éjség miatt, mert szombat-vasárnap nem volt mit én enni. Nem tudom. És nem hallok ilyenről. Nem tudom, ha én lennék, akkor ezt megoldanám. Biztosan. 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 Hát egyszerűen azért, mert ez pusztán azon múlik, hogy kinek milyen kapcsolatai vannak. Itthon, külföldön, milyen. Tehát ez nem nagy dolog. Szívesen adakoznak az emberek, hogyha ez transzparens, teljesen, hogyha ennek nyilvánossága van, hát ez a jó hírét növeli annak, aki pénzt ad. Nem csak Soros György van. A szamizdat kapcsán volt, azt hiszem, az Európai Parlamentben egy szamizdatról szóló konferencia volt, te felszólaltál, hiszen sokan már azt se tudják, hogy ez mit jelent, hogy szamizdat. Igen, a szamizdat, szamizdátjel, az azt jelenti, hogy mi szám, izdátjel, az pedig kiadás, tehát, hogy saját kiadás. Ez egy orosz szó, amit egy az Andrei Rublyov filmjében szerepel az a színész, aki egy levegő úszón úszik, és ő összeállított egy verses kötetet, és elküldte a kiadónak azzal, hogy ez egy szamizdátjel. És akkor innen származik, származik a szó. És egyébként az oroszból a lengyelek nem vették át, egyedül ők. Ők nyevzavisimelja, vidavnyisztvo, ilyesmi címet adtak ennek, mert hogy független könyvkiadás, mert hogy ez orosz szó. Tehát, de egyébként mi ezt a kifejezést használtuk kezdettől, már akkor is, amikor gépárt szamizdat volt. Hányszor voltál, most nem konkrétan, mert biztos milliószor, de mondjuk akár a Tolnai utcában, akár máshol rendőrségen, kihallgatáson, és egészen későn tudom, tehát a rendszerváltás előtt még azért elkaptak téged is, jó alaposan megvertek, és kórházba is kerültél. 1988. június 16-án vertek meg utoljára nagyon. Azelőtt pedig 1983. szeptember 24-én, és hát akkor végül is azzal vádoltak meg, hogy én vertem meg 2 rendőrt. És el is ítéltek 6 hónapra, de szerencsére a tárgyalás napján a Ronald Reagan kiadott egy nyilatkozatot, hogy Demszky Gábor ügyében fair tárgyalást és ítéletet vál el. Az Amerikai Egyesült Államok. Hihetetlen. Na most, hát ennek hatására felfüggesztették a büntetést, ami egyébként óriási előny volt, mert 3 évre függesztették fel. Én tudtam, hogy nem akarnak becsukni, hiszen akkor nem kap pénzt a magyar állam az IMF-től meg a Világbanktól, és mi abból éltünk már azban az évtizedben, tehát igazából iszonyúan függtünk az Egyesült Államoktól. Tehát tudtam, hogy 3 év az nekem teljes szabadság, és akkor fölment 2 tonnáról 300 tonnára a számizdat mennyiség, amennyit kiadtuk. Jó reklám volt, igen. És akkor 88-ban, június 16-án... Nem reklám, hanem szabadság, amiben
még jobban tudtatok dolgozni. Igen. Szóval 88-ban még miért volt ez az utolsó verés? Tehát az utolsó pillanatban még a rendszerváltás előtt. Hát ez nagyon jellemző rám ez a történet. Az történt, hogy a Batthyány örökmécsesnél hirdetett az ellenzékgyűlést, és legalább sok-sok száz készenléti rendőrséget, rendőröket kivezényeltek, lezárták a környező utcákat, mindenkit igazoltattak, nem engedtek oda senkit, csak aki véletlenül valamikor már korábban oda ment, az került oda. És én attól tartottam, hogy nem lesz beszéd, tehát nem lesz üzenet. Akkor minek az egész? És hát előre kitaláltam, hogy mit is fogok mondani, talán le is írtam, és volt egy rendőrsorfal, elvették a személyigazolványomat, és én áttörtem a sorfalon, és elkezdtem rohanni az emlékmécses felé. És oldalról egy rendőr, egy másik, tehát nem az, aki a kordonban volt, mert azokat rég ott lehagytam, betette a lábát, elestem, ő rám ugrott, hát én lerántottam a földre, egy kicsit szorongattam az ingét, hogy ne érezze jól magát, és közben nagyon erősen véreztem, mert a karom megsérült, és dőlt belőle a vér. Fehér ingben voltam, és tiszta vér volt az ing. Rozikát, feleséged aki, volt akkor, Hodosán Rózi? Igen, Hodosán Rózát, aki velem együtt volt, és aki nem szaladt velem, hanem ott maradt a sorfal mögött, tulajdonképpen ő hát csodálatos volt egyébként mindig. Amikor ezt meglátta, akkor elkezdett üvölteni, hogy gyilkosok. Úgyhogy bevittek egy rendőrőrszobára. Mi a meghatódásod oka? Tessék? Mi a meghatódás? Hát az egész történet előttem van, mint egy film. Utána hozták be őt, engem megbilincseltek elől, őt megbilincselték hátul, és hátul fölemelt egy rendőr. Na, és ennek úgy lett vége, hogy fölemeltem a megbilincselt kezemet, és azt mondtam a rendőrnek, hogy agyonütöm. Fölnézett, és látta, hogy baj lesz. És így lett vége? Gábor, amikor főpolgármester lettél, és mondjuk találkoztál ezekkel az emberekkel. Nem találkoztam. Nem és azokkal sem, akik éveken át kísértek, ott álltak a lakásod előtt, vagy a butik előtt, akik folyamatosan balonkabátban, fekete szemüvegben, a nyomodban voltak. Láttam ilyen képet, hogy Nem találkoztam, és nem is érdekel. Tehát igazából akkor lezárult egy korszak. Akkor volt egy nagyon érdekes meghallgatás. Én voltam a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Az felügyelte, tehát itt tett a rablóból pandúr. Tehát az történt, hogy felügyeltük az összes titkosszolgálatot, és meghallgattuk a Pallagi nevű ő miniszter helyettest, aki felügyelte az egész területet. És a Pallagi reszketve jött a bizottság elé, azt hitte, hogy hát mi most be fogjuk csukatni, meg nem tudom, nem tudta elképzelni, hogy mi történik. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mondja csak Pallagi úr, vagy elvtárs, mit gondolt ön, amikor kiadta a parancsokat, hogy házkutatás, meg verés, meg egyebek? Erre azt válaszolta, hogy tudja, Demszky úr, mi 2000 évben gondolkodtunk. Hát ez nem jött be neki. Igen. Egyébként nem lett vele semmi. Végül is semmi. Nyugdíjba ment. Te is nyugdíjas vagy már, ugye? Igen. És hogy telnek a napjaid? Hát alapvetően én nem panaszkodom. Tehát egyrészt a Iványi-féle vezetőfőiskolán tanítok most már, másrészt... Hogy tudja megfizetni Iványi Gábor a tanárait? Hát van, amikor meg tudja, van, amikor nem. Egyre nehezebben. Nagyon
keserves. Egy óriási létszámot és apparátust tart fel. Hát persze, mert nem csak a Wesley van, meg nem csak a... Igen. Hanem vannak a vidéki általános iskolák, és... De hát, ezt te érted, hogy a miniszterelnökünk miért indított most már évek óta hadjáratot Iványi Gábor ellen? A gyerekei kereszt apja ellen, vagy a keresztelő apja? Mert a szabadságbirodalmát tartja fent tulajdonképpen. Azért, mert szociális munkásokat képez meg, teológiát tanítanak, ahonnan ezek a papok mást, ahol ezek a pap növendékek mást tanulnak, mint mondjuk. Mert én mindig úgy érzem, mintha egy bosszú lenne ellene, csak nem értem a bosszú okát. Hát ő az egész országot akarja. Mindent. Nem csak a vagyont. A szeretné az emberek agyát kontrollálni. És ez tulajdonképpen az ország egyik felével már elérte. Te aki a Kádárféle diktatúrában voltál idézőjelben szabadságharcos, ez egy rosszabb szabadságharc? Bár nem nagyon látok harcosokat, egyre kevesebbet, de ez egy rosszabb korszak a demokrácia pusztulásának? Óriási különbség van. Az egyik óriási különbség, hogy mi be voltunk ide zárva. Tehát itt volt a vasfüggöny, utazás nem volt, pénzkereseti lehetőség nem volt, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nyomorban éltünk, például a Solt Ottiliájék úgy, hát egyszerűen úgy tartották fenn magukat, hogy vállaltak mosást, meg színes ruhákat festettek a mosógépben, és ebből éltek éveken át. Talán, bocsánat, mindig közbe vágok, de majd visszatérünk arra, hogy mit csinálsz, mert az is félben marad. Talán Solt Ottilia mondta, amikor te elkezdtél kutatásokba fogni, cigánykutatásokba, hogy egy budai úri gyerek mit keres a romák között? Tehát, hogy fogalmat sincs, mit jelent a szegénység, erre utalt. De hát azért beletanultam, 1976-ban kezdtem, és a legnagyobb vizsgálatokban a Hankisnak az értékkutatásában, a Kemény István tanítványainak a cigányvizsgálataiban, a szegényvizsgálataiban. És akkor találkoztam már az első alkalommal a Márkus Istvánnak a bankfalui kutatásában láttam egy cigánytelepet, és valóban ott jártam először ilyen telepen, egy hagyományos puti telepet, és fölhozott Kozák Gyula hozzá, Solt Ottiliához, és az Ottilia hát elkezdett velem foglalkozni. És akkor én mondtam, hogy miket gondolok, meg láttam, meg minden, és jól kinevetett, és ezek után adott néhány írást, amit mondta, hogy olvassak el. Attól kezdve nagyon-nagyon jó barátságban voltunk, és tulajdonképpen én akkor még jogászként is mertem különböző dolgokat, beadványokat írni, meg szerződéseket írni. Vettünk a SZETA, csinált egy aukciót, volt ebből 100.000 forint bevétel, és akkor ezzel a bevétellel elmentünk Nyírlugosra, ahol volt egy borzalmas erdélyi telep, ahol patkányok rágták a gyerekeknek a kezét, ujjait, rettenetes volt, és akkor ott felajánlottuk a nyírlugosi tanácsnak, együtt az Ottiliával, hogy kérem szépen, mi odaadjuk ezt a pénzt, egyetlen feltétel van, hogy azt a telepet számolják fel, és építsenek lakást ezeknek az embereknek. 4 család lakott kéne akkor. És a következő választ kaptuk nem tőlük, hanem a megyei tanácstól, hogy mi ezt az összeget, amit önök törvénytelenül, stb. Gyűjtöttek és hoztak, ezt mi nem fogadjuk el, de már ez év augusztusára fel fognak épülni ezek a házak, és elhelyezzük. Ezután elindultunk a következő településre, ahol még meghallgattak bennünket, de a harmadiknál már nem, és kitiltottak bennünket a megyéből. Tehát tulajdonképpen ez volt a történet az Ottiliával, és utána aztán még egyszer egy Nógrád megyei családdal, de nekik megvettük a lakást, és vettünk még egy tehenet Uszkára. De térjünk vissza, tehát, hogy más a Kádár rendszer, és más a mostani teljesen rendszer, hogy akkor zártak voltunk, most nyitottabb. És most már egzisztenciális kockázat van. Tehát én azt érzékelem, hogy azok, akik most az ellenzékben, mert mi az egész életünket tettük fel erre, és elmentünk a falig. Ez azt jelenti, hogy nem tartottuk be, amire már utaltam, nem tartottuk be a törvényeket. Tehát a törvény azt mondja, hogy csak engedélye lehet lapot kiadni, mi kiadtuk a lapot. Most
Hát én ezt nem nagyon látom. A nyomtas te is az egyetlen, de egyébként nem látom, hogy az ellenzék az megsérteni, vagy egyáltalán nem venni figyelembe azokat a törvényeket, amelyek az alapvető emberi jogainkat korlátozzák. Tehát én azt gondolom, hogy ha kötelezővé tennék Turó Bádennyének az olvasását, amelyik először megfogalmazza a civil engedetlenséget, a Gandhinak az írásait, Tolstoy írásait ebben a témában, a Mandélának az írásait, akkor itt más világ lenne, de én nem tudom, hogy nem olvasnak, vagy csak... De Gábor, hát miért nem ársz az élére a dolognak? Még csak 70 éves vagy, tele erőben, energiával, mondod, hogy tanítasz Iványi Gáboréknál, de talán még idődből kitelne, hogy az élére van tapasztalatod, hogy kell ezt jól csinálni. Igen, a különbség az, hogy én, mint említettem, Zsenikkel dolgoztam, egyébként nem csak az önkormányzatban, hanem már előtte is, én a Kemény Pistát meg... korábbról ismerem, meg az Otiliáékat, meg a Konrád Gyurit, Rajklarcit, ezeket mind nagyon-nagyon... Olyan nevek, hogy nincsenek már itt. Csodálatos nagy nevek. Hát bevallom, hogy nem látok ilyen közeget. Tehát, hogy én itt meglehetősen magányos és elveszett lennék, és én azt gondolom, hogy nem kérnének belőlem. Tehát, hogy azt gondolják, hogy kitalálják maguk. Ez óriási nagy különbség a korábbi, ahhoz képest, ahogy mi dolgoztunk. Mi tanultunk a reformkörgazdászoktól, pedig azoknak ilyen szocialista hátterük volt. Tanultunk a népiektől, pedig aztán, mert kisebbségi ügyekben ugyanazt gondoltuk szinte, mint ők, és dolgoztunk együtt. Hát volt egy ilyen monori találkozó Csurkával, és a Sinkovicsal jöttünk együtt, a Sinkovics vezetett, a kocsiába hátul ültem, és azt mondja a Sinkovics, hogy Gábor, hát hogyha az én fiam tudná, hogy én kezet fogtam veled, hát akkor én olyan nagy ember lennék a szemében. Tehát volt közöttünk kapcsolat. A Monor erről szólt. Reformközgazdászok, népiek, demokratikus ellenzék együtt. Hát igaz, hogy mi voltunk a legtöbben, de nagyon keveseket engedtünk oda, mert nem akartunk abszolút dominánsak lenni. De nem csak tőlük. Tehát, hogy tulajdonképpen akitől tanulni lehetett, tanulni akar 56-osoktól. Nem csak a Mécs Imrétől, hanem Rácz Sándortól, Bali Sándortól, Krassótól, azoktól, akik ezt csinálták. Tehát nem volt az SZDSZ túlságosan értelmiségi párt, és nem teljesen a néphez szólt, hogy értsék. Hát szerintem mi szóltunk a legjobban a nép, leginkább a néphez. Inkább a néphez szóltunk, mint a népiek. Tehát valójában azért megtanultunk azt, hogy közérthetően kell beszélni, és hogyha az ember a Kis Jánosnak a akkori beszédeit hallgatja, akkor nem gondolja azt, hogy ez egy elit értelmiségi, aki majd a CEUN lesz professzor, és nem tudom, 5 vagy 8 nyelven beszél. Tehát nem, ez nem igaz. Mi tanultuk, ennyiben tanultuk a szakmát. Én folyamatosan én is a 20 év alatt minden nyarat végig tanultam, és minden nap elolvastam 100-200-300 oldalt, mert fel kellett készülnöm szociálpolitiká, kultúra, oktatás, stb. Urbanisztika, városfejlesztés a legkülönbözőbb területeken. Enciklopédikus tudást kell összegyűjtenie annak, aki egy ilyen pozíciót vállal. Tulajdonképpen csak a miniszterelnök pozíciója magasabb ennél, érdemben. Hány miniszterelnökkel dolgoztál együtt? Én olyan 6-ot számoltam talán össze, vagy? Hát én sose számoltam. Sose számoltad? Ki volt számodra a legkedvezőbb, akivel a legjobban lehetett együtt dolgozni? Hát nem tudok ilyet mondani. Nem tudsz ilyet mondani? Nem, de érdekes volt. Az Antal például, az Antal tisztelte a közjogot, és a közvetlen választás, ő tudta, hogy mit jelent ez, és ő meghallgatott, tehát meghívott a kormányülésekre, a Budapestről volt szó. Szeretett téged az Antal? Én ezt nem mondanám, egyszer ki is oktatott, és igaza volt, 4 szem közt beszéltünk, aztán behívta a pénzügyminisztert, stb. És azt mondtam neki, hogyha
ti a fővárost elkezditek korrekten kezelni, akkor én csak jót fogok mondani erről a kormányról külföldön. És erre azt mondja, neked kötelességed a hazádról és a kormányodról jót mondani. Ez nem alku kérdése. De egyébként... Nagyjából igaza volt, igen. Egyébként nagy mázlin volt velük, mert az expót mi nagyon nem akartuk, mert tudtuk, hogy nem lehet megcsinálni, de ugyanakkor az expó nyelvén beszélve, az expó ürügyén megépült a Lágymányosi híd, lebontották mindkét oldalon, ez azt a romhalmazt, ami ott volt, a Ferencvárosi pályaudvart, meg a másik oldalon a Műegyetem helyén a mindent, és ott volt egy tó, ami tulajdonképpen egy ilyen holtágból lett. És egyszerűen az expo az behozta azokat a beruházásokat, amiket én el tudtam mondani, hogy kérem szépen, ezt csináltuk, azt csináltuk, amaszt az első ciklusban. Ugyanis 90-ben még számított, hogy én ellenzéki voltam. 94-ben már egyáltalán nem számított. 94-ben arról kellett beszélni, hogy mit csináltunk. Én elmondtam azt, hogy mit csináltunk, és elmondtam azt, hogy mit nem tudtunk csinálni, mert nem volt velünk teljesen korrekt a kormány. Azt mondd el, mert a miniszterelnök nevét nem mondott ki, de azért azt a miniszterelnökét ki kell mondanod, akivel az első kormányzása alatt, első miniszterelnöksége alatt dolgoztál, az első Orbán kormánynál. Ott hogy sikerült a kapcsolatotok, meg a közös munkátok? Hát az nagyon érdekes volt. Az első időszakában, tehát az első 4 évében, ő egyetlen egyszer hívott meg engem. Kormányülésre? Igen. És akkor előtte nekem azt mondták, hogy furcsák ezek a kormányülések, mert föl kell állni a miniszterelnöknek, mielőtt megkezdődik az ülés, köszönteni ezzel a tisztelettel a miniszterelnököt. Ez nem így volt. De volt egy nagy asztal, a körülültek a miniszterek, ez mindig így van egyébként, sokszor voltam kormányosan, tehát máskor is így van, és ugye az asztal végén szemben a miniszterelnök elül az, akit meghallgatnak. És engem nem odaültettek, hanem egy ilyen macska asztalhoz a melléjük. Na most az volt, hogy ott ülök annál az asztalnál, és egyszer megadták a szót, és beszéltem egy 15 percet, és elmondtam, hogy mi mindent nem kaptunk meg, és mi mindent akarunk, és hogy azzal kezdtem mindegy, hogy elfogadhatatlan, hogy. Orbán pedig azzal kezdte, hogy itt, ebben a teremben kimondani azt, hogy elfogadhatatlan az elfogadhatatlan. És mondom, hogy rendben van, akkor jegyzőkönyvezzük azt, hogy az elfogadhatatlan szó az itt tabu. Erre azt mondja, jegyzőkönyv nincs. Mondom, hát ez minősít benneteket. Eddig mindig volt jegyzőkönyv. És akkor az volt, hogy odajött a Pokorny hozzám, és azt mondja, szünet volt, hogy te menj oda Viktorhoz, és beszéljétek meg, mert szerintem sokkal többet elérsz, mint így. Mondom, dehogy megyek külön oda hozzá. És akkor azt tűnt fel nekem, hogy a miniszterek azok olvasva mondják a dumát. Tehát, hogy nem beszélnek, hanem valamit felolvasnak. És a végén szerencsém volt, mert később alkotmánybíró lett. Nem a Schmidt Pali, hanem a... A Schmidt Pali nem volt alkotmány. Nem. Nem a helyettese volt. Tehát a második ember volt a kormányban akkor. Megfogtál. Igen, de hát én is elfelejtettem, mert nem olyan fontos. De ő kitessékelt, hogy én menjek először, és én beszéljek a sajtónak. Ott volt a teljes magyar sajtó, az 80 embert jelent akkor, és 20 kamerát. És én meg nem mentem ki, hanem mondom, hogy te mész először, és én meghallgatlak, és akkor arra fogok válaszolni. És kimentem, és elkezdtem hallgatni, és ugyanazt mondtam, mint a miniszterek. Tehát írtak egy szöveget, amelynek a részeit a miniszterek felolvasták, ami arról szólt, hogy mi mindent csinált a kormány Budapesten. De hát ez nem az önkormányzat, hanem a kormány különböző dolgokat. Például a nyugati pályaudvar, vagy az akármilyen vasútvonalak, meg ez, meg az, meg a mond.
Na most, én mondtam, hogy hát akkor én itt most meghívom a sajtó képviselőjét a Városházán, délután 11-kor volt, délután 3 órakor sajtótájékoztatót tartunk, és én el fogom mondani, hogy mi történt ezen a kormányon. És el is mentek? És eljött, persze. És elmeséltél mindent. Persze. Szóval ez nagyszerű volt, ez egy színház volt, amit a Orbán rendezett, és én átrendeztem. Akkor azt mondd meg nekem, hogy miért lettél bukott oroszlán, amikor leköszöntél a 20. éved után? Hát én azt hiszem, hogy bárki megbukott volna, tehát ezen az oldalon akkor már. Tehát, és hát ez ezer hiba, ezeket én felsorolom a könyvben. A könyvben igen, felsoroltad a hibákat, tehát azt most nem menjünk valamennyit bele. Tehát nem szent ember vagy, aki hibátlanul végezte a ellenkezőleg. Igen. Dolgoztam rajta sokat, hogy ezeket összegyűjtsem. Azt gondolom, hogy nem lehetett nyerni, de a szétforgácsolt önkormányzati rendszertől a finanszírozás megoldatlanságáig minden benne volt ebben. Nekem az volt az alapelvem és kiinduló pontom, hogy hogy az egy alkotmányban szabályozandó kérdés, hogy az önkormányzatok mennyi pénzt kapnak. És ezen nem lehet változtatni, tehát nem lehet játszani azzal, hogy mit veszünk el, mert ezzel mi felszámoljuk az önkormányzatokat. Ha nincs pénz, akkor nem beszélhetünk önkormányzatról. Mi lesz most itt a nagy válság idején? Mit tudsz most az önkormányzatokról, a főpolgármesteri hivatalról? Ki fogják fosztani őket. És amikor nem tudnak teljesíteni, akkor meg fognak bukni a következő választáson. És mi van, ha megbuktak? Tehát állami kézbe kerül minden? Tehát egy pillanat. Én azt gondolom, hogy aki a végrehajtásban politizál, tehát kormányzatban vagy önkormányzatban, tehát ott más az erkölcs. Ott ők mindenki a következményért felelős. Tehát teljesen mindegy, hogy az miért történik. Mert válság van, mert elveszi a kormány, stb. A választó polgár csak azt látja, hogy mi van. Hogy infláció van, hogy magas a gázszámla, hogy nem tudja fizetni a gyerekének a tandíját, hogy a gyerek nem tud sportolni menni, hogy nem tudja megvenni a gyógyszert, az alapvető gyógyszereket, és mit csinál? Ellene szavaz mindenkinek. Nem, mindegy, hogy kormány, önkormányzat, nem tesznek különbséget. Tehát ez most nagyon rosszkor jön, ez a választás. A válság közepén. Visszatérünk arra, mert most már 2 percünk maradt, hogy kérdeztem, hogy mit csinálsz most, 70. születésnapodon, Isten éltessen sokáig. Mivel telnek a napjaid, tehát tanítasz Iványi Gáboréknál, van még más feladatod? Igen, blogot írok, és fönt vagyok a Facebookon, és rengetegen olvasnak, és nagyon élvezem, és éppen most fogok írni, elkezdek egy új sorozatot, írtam eddig Isztriáról egy sorozatot, és most el fogok kezdeni, már tulajdonképpen már ma föltettem egyet, ma hajnalba keltem, és fönt van az első, ami Mongóliáról szól, és tulajdonképpen mindazokról az országokról, ahová eljutottam, azokról az utazásokról, és azokról a néprajzi, szociológiai, gazdasági, történeti vonatkozásban írok valamit, ami publicisztika. Hát ezt én nem bánom, hogy írod, mert azt csinálsz a szabadidődben, amit akarsz. Csak azt gondolom, hogy Demszki Gábornak nem biztos, hogy ez a legfőbb dolga. Itt a könyvedet tegnap újból végigolvasva sokkal jobban gondolnám, hogy az elmúlt 30-valahány évet, sőt, majdnem az 50 évet lehetne inkább megírni, mert volt mindegyikben bőségesen részlet. Tehát azért, aki benne volt a kádári diktatúrában, a szamizdatban, a rendszerváltásban, 20 év főpolgármester, talán más dolga van, mint hogy a szép országok. Hát én azt hittem, hogy mást mondasz. Na, mit hittél? Én azt gondoltam, hogy azt mondod, hogy hát, hogyha a múlttal ennyit foglalkoztam már, akkor most foglalkozunk a jövővel. Hát azzal is lehet, de hát ez jóslás lenne a jövővel foglalkozni. Nem abban az értelemben. Hanem? A következmény etika. Az lehetséges. Tehát, az lehetséges, hogy igen. Kérem szépen, csináljunk már valamit. Csinálj valamit. Köszönöm igen, a szépen. A civil engedetlenség. Igen. Az a jövő. Köszönöm szépen Demszki Gábornak. Isten éltessen a 70. születésnapodon. Köszönöm a köszöntést.